Kedves Zsani és Dávid, sziasztok! Szeretnék gratulálni nektek a házasságkötésetekhez, és megköszönni, hogy a házigazdátok lehettem, a ceremónia mesteretek lehettem. Néhány gondolatot mindenféleképpen szeretnék megosztani veletek, amelyeket magammal viszek, mint élményt. Az első és legfontosabb, talán, még a szervezési időszakban, akármikor beszéltünk és találkoztunk, sokszor játszótereken ülve, így az éterben. De ott voltak a gyerekek körülöttetek, hogy mennyire mozgalmas az életetek, és ez egyébként ezt mennyire jól vettétek, vagy legalábbis úgy látszott. Nagyon jó volt látni, ti még nem érkeztetek oda, hogy gyülekeztek a vendégek az esküvő napján, és ott várakoztunk, hogy ez a nagyon baráti jellegű a családok és a barátaitok között, és hogy gyakorlatilag nagyon jó összetartó csapat volt egyébként. Hát a gyerkőcök azok frenetikusak voltak, főleg Lili és Sugi, hát ők ketten aztán nagyon adták a mókét. De egyik, amit nagyon jól esett, tudjuk, hogy Dávid volt az, aki így izgulósabb, vagy így a részletekben jobban belement, és fontos volt, hogy minden a helyére kerüljön, és ő az, aki jobban esteszed ilyen helyzetre. Teljesen nyugodt volt, és ez engem nekem nagyon jól esett. Jól esett, hogy rám mertétek, teljesen bízni magatokat. Nagyon tetszett a nyitó táncotok egyébként, ahogy egymással voltatok jelen az első néhány ütemben, de talán ennél még hangsúlyosabb az, hogy főleg a külföldi barátaitok, akik ott voltak az utolsó pillanatig veletek, hogy milyen erős ez a csapat, hogy mennyire összetartatok, pedig sok-sok kilométer választ embereteket, például Danilo is azért eljött Portugáliában. Ez mindenféleképpen ez egy szép dolog. Utravalóan az jutott eszembe, hogy a főzésben úgy vagytok otthon, hogy Zsani az, aki elkezdi, és Dávid, aki befejezi. És bár azt mondtátok, hogy az elmúlt évek nagyon összeszokott erős csapattá tettek benneteket, hogy a kettő nem zárnak ki egymást, úgy tűnik elsőre, mintha Dávid lenne az, hogy a megkezdett munka után learatja a babérokat. Pedig azért azt gondolom, hogy ez a kettő nagyon is összefügg, hiszen befejezni valamit nagyon jó előkészítés nélkül nem lehet. És előkészíteni sem lehet úgy, hogy nem tudnánk, hogy a másiknak mire van szüksége. Azt gondolom, milyen a házasság is, hogy folyamatosan a másikra figyelünk, a másikra koncentrálunk, és keressük azt, hogy mi az, ami neki van szüksége hozzá. Hogy könnyebb legyen, hogy jobb legyen, hogy én őt boldoggá tudjam tenni. Én azt kívánom nektek, hogy ebben az együttlétben éljetek meg a házasságotokat minden nap újra és újra, minél erősebben, boldogan, nevetve, mosolygósan, kell bohéban. Ehhez kívánok jó utat. És akkor kedves Zsani és Dávid, én az ifjú pár. Sziasztok, vigyázzatok magatokra. Hello!